Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, Black Ops 3, most már a harmadik videó így az értékelésekről, hogy az első részben beszéltem egy kicsit a grafikáról és a vele adódó problémáról, továbbá az egér és az egérre való problémámról, nem biztos, hogy attól még nektek volt probléma, de nekem volt. A második videóban beszéltem ugye az új mozgáskultúráról és a pályaszerkezetekről, hogy hogyan alakult át a kod AV-hoz, vagy az összes úgy általánosra a kodokhoz képest. És most beszélgessünk egy kicsit a Time to Kill-ről, vagy és az időhányadosról, ami kell ahhoz, hogy lelőjünk valakit, vagy minket lelőjenek. Beszélgessünk a fegyverek hatékonyságáról, a robbanó fegyverek hatékonyságáról, kinstikekről is egy kicsit, már ha eszembe jut, mire elérünk a végéhez, és akkor lássuk úgy általánosan, hogy milyen lett ez a kód ebből a szempontból. Ugye a kódnak is egy kritikus pontja, hogy gyakorlatilag megfelelő időhányados legyen ahhoz, hogy ölni tudjunk, vagy netán, hogyha minket lőnek, akkor megfelelő reakcióidőt hagyjon ahhoz, hogy reagálni tudjunk arra az adott eseményre. És a fegyvereknek ugye a balansza, amire én azt mondom, hogy manapság erre már ne nagyon számoljunk, hogy a fegyverek jól ki vannak balanszolva, hiszen a játék úgy van kitalálva, hogy a kevésbé ügyes gamerek is el tudjanak érni siker élményeket. Na most a játékra annyit, itt már azért javult a képminőség mindenképp, egy kicsit javult a célzás is, de még mindig nem igazán tudok megszabadulni ettől a mouse acceleration-től. Látszik, hogyha nagyon közelre kell célozzak, nem bírom megfelelően ráhúzni a egeret a célra, mert egyszerűen nem bírom irányítani, így elmegy a célról az egész. Szóval killodok vele, de egyre jobban kezdem megszokni, mert ezt a félresiklott irányítás, szóval akárhogy is alakul, meg lehet szokni ezt az egészet. Na, lássuk azt, hogy az időhányados ahhoz, hogy öljünk. Azt kell mondjam, hogy hosszabb, mint a Code Ghost, rövidebb, mint a Code AV valahol, és megfelelő, pont jó, és jól van kitalálva, szóval gyorsnak hat, amikor ölsz, de amikor téged lőnek, akkor van időd reagálni, én azt tapasztaltam, van időd felugrani, lehasalni, megfordulni, megvan az a pillanatnyi lehetőséged arra, hogy reagálj a lövésekre, és ez egy nagyon jó dolog, úgyhogy ebben úgy vettem észre, hogy ez a kód jól teljesít. Természetesen minél jobban tudsz célozni fejér melkasra, stb. Úgy csökken ez az időhányados, de ez így van rendjén. De hogyha valami oknál fogva mellélősz, vagy mellélőnek, mikor rálőnek, vagy csak eltelnek a lábon, azonnal van időd reagálni, nem halsz bele egyből, és egy tárból, ahogy észreveszem, három embert kényelmesen le tudsz szedni, anélkül, hogy izgulnál, hogy most nagyon kifogy. Szóval ez így pont megfelelőre van valahogy megcsinálva. Őszinte leszek veletek, egy kicsit a Code 4-es időt hozza nekem vissza. Egy kicsit a jobban beállított hardcore szerverek, a Code 4-ezet, annak mondom, hogy hát a MV2-es az újabb gamereknek, az MV2-es időhányados, ami kellett, hogy jöjjön, és valahol a Code 4 jobban beállított hardcore szervereknek az ölési ideal, azért bele kellett lőni egy pár golyót, és valahol ott oda tudnám besorolni a BO3-ot, van idő reagálni, és megfelelő az idő ahhoz, hogy le is tudj ölni valakit, főleg, hogyha jól célzol, akkor ez a dolog teljesen a te oldaladra fog állni, jól célzol, és az ellenfeled nem céloz jól, akkor mindenképpen azt mondom, hogy egy fair csatát lehet elérni azzal kapcsolatban, hogy időhányados. Na de most ebbe ugye bele fognak szólni az OP fegyverek. Nekem is már megvan a szerelem fegyver, itt láthatjátok a kezembe, meg nem mondom a nevét, mi a franca neve, de ezzel éreztem a legkényelmesebbnek a játékot, a lövési sebesség, a hang és az összes kombinációja, a kinézet számomra, ez a fegyver így nagyon ott volt, megfogott, szóval Manowar, ja igen, ott van az a Manowar, hát ilyen fegyverneveket adni, jó is csak. Szóval ez a Manowar fegyver megfelelően erősnek tűnt, és mondhatnám, hogyha egy picivel gyorsabban lőne, már OP lenne.
Na, de mivel ugye nem nevezném OP-nak, erős fegyvernek nevezném, kb. Mint a Scar H az MV2-ben. És tökéletes sebesség elő ahhoz, hogy ne legyen OP. Nem látom az embereket panaszkodni cseten, hogy ez a fegyver OP, az a fegyver OP. Mikor visszanézem a killcamot, azt látom, hogy nem mindenki ugyanazt a fegyvert használja, és eléggé változatos a fegyverlista a játékosok kezében, hogy ki mit gondol, és nem hallom őket panaszkodni. Nagyon kíváncsi lennék, hogy ti melyik fegyvert találtátok OP-nak, mert egyelőre, és majdnem biztos vagyok benne, hogy ez nem fog így maradni, egyelőre nem éreztem nagyon OP-ságot a fegyverek között különbséget. Az Assault Rifle úgy dolgozott, ahogy kell dolgozni, a hosszú és középtávon megfelelően hatott, a Submachine Gun-okkal tényleg csak közelre működött a dolog, mert távolra aztán belelőhettem egy tárat, és ezt lehet, hogy megúszta, ha egy golyót mellé lőttem. És egyetlen egy bajom volt, és azok a sniperek. Jó, igen, tudom, én is a sniperek, két külön világ ebből a szempontból, de kipróbáltam volna, csinálok nektek egy sniper gameplayt, mert tudom, hogy nagyon szeretitek, és akkor beszélgessünk a sniperekről abban a videóban, és Bakker, van valami, amikor célzol, tehát szemhez emeli a snipert, abban az úton, azon az úton, ahol szemhez emeli a snipert, van egy apró, beépített grafikai lag. Tehát nem egy lag, tehát olyan, mintha először fölemelni, és utána szemhez húzná. És ez olyan rettentően idegesítő volt, hogy nem tudtam célozni. Ebben még belejött az a mouse acceleration is, ami fennállt nekem itt, ez a kodnál, és kész voltam. Tehát az animáció együtt hatása és a mouse acceleration nálam meghalt a sniperezés ebben a játékban, így 3 percnél tovább nem bírtam elviselni. Tehát olyan mellélövések is, az a grafikai animáció, hogy szemhez emeli a fegyvert, az egyszerűen katasztrofális volt. Szóval az egyetlen bajom a fegyverekkel, úgy Isten igazából őszintén, az a snipereknél adódott, mégpedig csak a zoom animációja miatt, amúgy attól függetlenül nagyjából ugyanúgy működnek, mint a Black Ops 2-ben. És tényleg így végigmenve egy pár fegyveren, mindegyiket, ahogy elnézem, meg kell szokni. Mindegyik klaszt meg kell szokni, tehát mindegyik fajta a submachine gun, ugye assault rifle, light machine gun-okat meg kell szokni. A light machine gun-okkal is kapcsolatban nagyon kényelmes és kellemes az idő, ami kell ahhoz, hogy velük üljél kényelmesen, kellemesen, újratöltélés nélkül faszán 4 embert le tudsz szedni nagyjából egy tárból, mert egy kicsit több golyót kell belelőni az ellenfélbe, hogy elessen, assault rifle-ökkel is 3-4 golyó, de valamiért van időd reagálni, és mindez egybejön ezzel az új mozgás kultúrával, ami nem túl bonyolított, ugye letisztult, beszéltem erről az előző videóban, és gyakorlatilag ezzel egyetembe, ami kisegíthet abból, hogy győztesen gyere ki egy csatából, még akkor is a vesztésre áll. Szóval van időd reagálni, van időd elugrani, felugrani, elcsúszni, és ez nagyon jól veszi ki magát az egész játék mechanikában. Tetszik az igazság, és eddig nem vettem észre nagyon OP fegyvereket. Gondolom, amiatt az a E3-on, Gamescom-on, ezeken már sok frissítésen átesett a játék, sok feedbacket kaptak, és igyekeztek egyre-egyre jobban megcsinálni, és alakul, azt kell, hogy mondjam, alakul. És tényleg azt látom, hogy a játékosoknak a kezében ilyen változatos fegyver használat van, és így tudod, így próbáltam kiszűrni, hogy na melyik lenne az a fegyver, mi az a fegyver, amihez többen nyúlnak hozzá, és nem tudtam egy átlagot hozni, hogy kipróbáljam azt a fegyvert, hogy tényleg olyan OP-e. Úgyhogy én igazából nagyon leragadtam ennél a Manowar-nál, mert számomra én ezt éreztem a leg-OP-bnak, amikor játszottam vele, ezt éreztem a legkényelmesebb célzásnak, és a többi, tudjátok. De ahogy nézem, hogy az emberek tök nagyjából, tökre más fegyverekkel lőttek. Na, miről akartam még beszélni? Kill streakekről annyit, hogy megfelelően OP-k, jól néznek ki,
És ugye én szeretek a kódban killstreakekért játszani, de úgy érzem, hogy az elmúlt kódokban a killstreakek látványossága már nem a régi, és nem akkora nagy élmény megszerezni, és azt hiszem, hogy ez egy direkt folyamat a kódban azért, hogy a játék és a lövöldözés élményéért játsz, és ne feltétlenül a killstreak eléréséért, amivel ugye hatalmas boostot adhatsz a statodnak. Viszont az nem jelenti azt, hogy a killstreakek nem kurva hatékonyak. Szóval a magasabb killstreakek azok, ha elkapnak, valahol egy centit is kilóg a bokád, azonnal ledarálnak. És elég fantáziadús egy-kettő, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy jól néznek ki, de nem mondhatnám, hogy olyan rettenetesen nagy újítás, amivel nincs baj, mert kijavították ezt az egészet az, hogy most hogy nem veszed észre, hogy nagyon szükséged van a killstreakre, mert a gameplay maga, a mozgáskultúra, a pálya, ez a három pálya, kifejezetten kiemel, ez a három pálya, a lövés, és ez az egész eddig úgy tök rendben van, úgy folyamatos rendben van. Nem ajánlanám kompetitív shooternek, de szórakoztatásra és játék folyamatosságára tökéletes. Tökéletes, ebből a szempontból nagyon jól meg van csinálva. A rossz dolog benne, amit az első részben mondtam, az a grafika és az egér hibája. Tehát az egészet buktathatja az, hogyha nem sikerül megszoknod az egeret, vagy a grafikai beállításokat. Az egész játék ott elbukhat, ha valamit nem csinálnak nagyon azzal. De attól függetlenül szép, sima, egyenletes játékmenet, megfelelő idő, hányadossal az öléshez, killstreakek megfelelőek. A gránátok nagyon hatékonyak. Na, ennyi lett volna így röviden ez a videó. Köszönöm a figyelmet, következő videóig. Sziasztok!